Sértetlen római kori üvegpohár a IV. Századból. Ezt találtak az egyik sírban Pécsen, amit most tártak fel a régészek. A hozzátartozó üvegkupa, mint látható, két darabra tört. De ezeken kívül fibulákat és még egy pénzérmét is találtak a szakemberek, mutatja Janus Pannonius Múzeum munkatársa. A Felsőmalom utcában egy mélygarázs építésekor kerültek elő ezek a sírok. 7 darabot tártunk fel összesen, ebből 5 az ilyen szimpla egyszerű földsír volt, 2 pedig épített téglasír, amik nagyon érdekesek, mert nem igazán ritkák, viszont Pécset ismertünk már ilyeneket, de itt ennyire ezen a keleti területén a városnak még nem tártunk föl ilyen téglasírokat. Azért nagyon érdekes ez az új temető részlet, amit találtunk, mert ez elég messze esik a korabeli várostól. Tehát a korabeli városfal az a mai Citrom utca környékén húzódott, és attól azért a Felsőmalom utca az egy viszonylagos távolságban található. Úgy néz ki, hogy valószínűleg ez nem egy városon belüli közösségnek volt a temetője, hanem a városfalakon kívül létező valamilyen külváros vagy falusi közösségnek lehetett ez a temetkezési helye. Ez biztosan a IV. Századra tehetőek ezek a sírok. Nagy részt a leletanyag alapján állapítottuk meg, illetve ebben a korszakban az ilyen típusú épített téglasírok azok elég általánosak egyébként, úgyhogy ez is segített abban, hogy kicsit így belőjük a korszakát ezeknek a temetkezéseknek. Szokatlan leletnek tűnnek az üvegtárgyak a kívülállóknak, de a rómaiak valójában magas fokon művelték az üvegipart, mondja a szakember. A római üveggyártás az egy nagyon komoly ipar volt egyébként, nagyon-nagyon jó üvegtárgyakat gyártottak, gyönyörű, szép, magas minőségű üvegtárgyaik vannak. Ez egy tömegáru egyébként, azt nem mondom, hogy mindenki számára elérhető volt, de nagyon sokat ismerünk, már korábbi pécsi temetőkből is elég sok került elő, úgyhogy nagyon örülünk attól még, hogy ezek előkerültek, mert gyönyörű darab mind a kettő, a két egész tárgy. Az üvegpohár és az üvegkorsó, de ezek nem szokatlan leletei egyáltalán ilyen késő római síroknak. Úgyhogy ez volt az egyik téglasírban, illetve fibulákat találtunk még, amik ugye a viseleti elemek, tehát ezek ruhakapcsoló tűk, amikkel itt a vállon tűzték össze a ruhájukat a korabeli emberek. Ezeket férfiak és nők is egyformán viselték egyébként, bár ez a hagymagombos fibula típus, ami itt van, az inkább a férfi viseletnek volt az eleme itt a késő római időszakban. Ez egy elég masszív darab egyébként, ez a példány, ugye nyilván ez még tisztítatlan állapotában látható most itt, de ez bronzból készült, úgyhogy nem akkora érték, mert ilyenekből ismerünk, ezüstből és aranyból készülteket is. Ugye ez ahhoz képest egy szerényebb változat, de mindenképpen nagyon szép példánynak mondható, és elég nehéz tényleg, tehát hogy az ember így kézbe fogja, akkor ennek azért van egy súlya. A földsírok azok valószínűleg inkább a szegényebb társadalmi osztályokhoz tartoztak, a téglasírok azok már inkább az ilyen módosabbaknak a sírjai szoktak lenni általában. Azért egy ilyen téglasírnak a megépítése az egy kicsit komolyabb erőfeszítést igényel, mint egy sima sírgödörnek a megásása, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy akik ezekben a téglasírokban voltak, ők mindenképpen egy kicsit magasabb társadalmi osztályt képviselnek, de azért nem az igazán gazdagokhoz tartoznak ők sem, legalábbis a mellékleteik alapján. A két üvegtárgy az nagyon-nagyon izgalmas, ez egy korsó és egy pohár együttese, ami szintén egy viszonylag megszokott dolog késő római sírokban, de azért rengeteg nincsen belőle, és főleg nem ilyen szép állapotban megmaradt, ugye a pohár az teljesen egészben került elő a sírból, a korsó az sajnos elszenvedette egy kis, az idő vasfoga az egy enyhe károsodást okozott benne, de az is többé-kevésbé egészben megmaradt, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon izgalmas dolog a számunkra, mert ez hozzátartozik a római vallásnak egy olyan speciális oldalához, ami az ital áldozat és a halottaknak az itallal való ellátásának egy része. Ezt libáció néven ismerik a rómaiak, és tulajdonképpen az a lényege, hogy a túlvilági útra, vagy a túlvilági életre a szeretteiket valamilyen folyadékkal ellátják. Ez lehetett bor, vagy lehetett ecet,
drága ecet, vagy valamilyen olaj, például valamilyen drága olívaolaj például, amit tesznek ezekbe az üvegekbe. Azért általában inkább borról beszélünk valószínűleg. Ezt azért is emeljük ki így egészben az ilyen edényeket, hogy adott esetben van rá lehetőség, akkor anyagvizsgálatot végeztessünk a belsejében megmaradt földből, hogy hát, ha kimutatható annak a folyadéknak a nyoma, amit eredetileg eltemettek ezekkel az edényekkel együtt. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas. A megtalált tárgyak most a restaurátorokhoz kerülnek, majd a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményét fogják gyarapítani tisztítás után.